Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának szeptember 15-i adását látják. Az elmúlt időszak eseményeiről készített összefoglalókkal, programajánlókkal és sporthírekkel jelentkezünk mai adásunkban. Elsőként következzen képes tartalomjegyzékünk. 70. születésnapján mutatta be Mr. Tus tankönyv című könyvét Hegedűs Csaba olimpiai bajnok. Az elmúlt évek hagyományait folytatva a Város Környezetvédelmi Napján adták át a Sárvár legvirágosabb épületeinek járó díjakat. Jó ütemben halad és hamarosan befejeződhet a gondozási központ épületének felújítása, illetve bővítése. A Sárvári Védőnői Szolgálat szervezésében idén is megrendezésre került az anyateljes világnapi ünnepség. Szeptember elején a Tinódi gimnáziumban is megkezdődött az oktatás, 107 9-es ült be az iskolapadokba. A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület 10. alkalommal rendezte meg a Sárvári Várban a szakmai napját. A Galéria Árcizban Tájaim, Tárgyaim címmel nyílt kiállítása Luzsica Lajos Árpád országosan ismert grafikus művésznek. A nyár 92 napjából több mint 65 napon keresztül voltak programok a Nádasdi Várban, a Kulturális Központ és a civilek szervezésében. Nem sikerült a bravúr, városunk foci csapata 3-1-re alul maradt a listavezető Ajkával szemben. A 70. születésnapján mutatta be Mr. Tus tankönyv című könyvét Hegedűs Csaba, olimpiai bajnok, korábbi birkózó, szövetségi kapitány és szövetségi elnök a Nádasdi Várban. Sárvár díszpolgárát 70. születésnapján megható ünnepség keretében köszöntötték. Szeptember 6-án ünnepelte 70. születésnapját dr. Hegedűs Csaba, városunk díszpolgára, olimpiai, világ és Európa bajnok birkózó. Az önkormányzat ez alkalomból nagyszabású ünnepséget szervezett a Nádasdi Várban a 100. magyar olimpiai aranyérem tulajdonosának. A ceremónia egyben könyvbemutató is volt, megyénk örökös sportbajnoka ugyanis nemrég Mr. Tus tankönyv címmel új kiadványt jelentetett meg. A kötet megjelenését Sárvárváros önkormányzata, illetve Kondora István polgármester is támogatta. Kérdezte tőlem valaki a napokban, hogy született meg ez a könyv, mi történt, ki írta végül is ezt a könyvet, és én mindenféle gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy ezt a könyvet az élet írta. Persze voltak médiumok, akik megfogalmazták a nagyszerű mondatokat, megfogalmazták a szakmai kritériumok szerint a gondolatokat, de mégis az az élet írta, amely mindannyiunkban megvan, csak nem változik végül könyvé, nem transformálódik át könyvé, és persze kell hozzá egy olyan nagyszerű életút, amelynek van egy nagyon szép zenei íve, hogy hogyan indul a játék, hogyan lesz ebből nagyszerű teljesítmény, és hogyan lesz belőle később idősebb tapasztalt korba egy olyan nemzetközi szövetségnek a elnökségi posztja és a többi szakmai elismerés, amelyet meg kell csinálni, meg kell élni, és kell nyilván teljesítményekkel alátámasztani. Tehát ha az élet írja a könyvet, akkor az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember könyvé váljon. Hát nagyon mondanám egyszerű idézőjelbe, kell egy olyan teljesítmény, amelyet dr. Hegedűs Csaba az egész életpályáján bemutatott, megélt és megcsinált. A Vas megyei közgyűlés elnökének emlékplakettjét Majtényi László adományozta Hegedűs Csabának, aki vadásztársaként is üdvözölte a születésnapost. Dr. Hegedűs Csaba arra, hogy Sárváron született, mindig is büszke volt. A most elkészült sportszakmai kiadványa széles körűen tárgyalja a birkózással kapcsolatos szakmai kérdéseket, mondta az ünnepség után Hegedűs Csaba. Nagyon sokat jelent, mindent jelent ez nekem.
nem véletlenül vagyok itt a születésnapomon, mert Sárvár, Szombathely, Vas megye az életem része, és ezt soha nem tagadtam, és büszke vagyok rá. Mr. Tus tankönyv, ez most tudom, egy nehéz kérdés lesz, de mégis megkérném arra, hogy néhány mondatba foglalja össze, mutassa be nekünk ezt a kiadványt. Hát ez egy 70 éves munkának a eszenciája, a könycsepe. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a birkozóknak, ez nem egy szakkönyv. Ez a birkozás bemutató több aspektusból, több szerzőtársammal együtt. Akartunk egy olyan eszenciát letenni erről a csodálatos sportágról, ami megmutatja a szépségét, tartalmát. És hát nem utolsó sorban azt a betöltő szerepét, hogy ebben a harmadik évezetben legyen egy reneszánsza az emberi tevékenységnek, ennek a küzdősportágnak, és azt gondolom, hogy ez betölt, és remélem, hogy erre ad választ a könyv is. Már ezt többször is kiemelte, hogy könyvet írni, könyvet kiadni nagyon nehéz feladat és műfaj. Lesz azért ennek folytatása? Hát, hogy további könyvek jönnek, az biztos. Egy már a Hegedűs Csaba könyv az életemről, az decemberben a könyvhétben meg fog jelenni, és azt követőleg pedig a magyar sportnak hát egy áttekintése, anekdóta gyűjteményét fogjuk megcsinálni. A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny zsűrie a nyár folyamán járta végig a várost, hogy kiválassza a legvirágosabb ingatlanokat, köztük a legvirágosabb házat, erkélyt és vállalkozást. Az elmúlt évek hagyományait folytatva a város környezetvédelmi napján adták át a Sárvár legvirágosabb épületeinek járó díjakat. Egyre sikeresebb a virágosítási mozgalom Sárváron. Ezt jelezte, hogy minden korábbinál több elismerést adtak át a Nádasdivár udvarán tartott eseményen. A díjátadón jelen voltak a jutalmak felajánlói és a díjazott ingatlanok érintett önkormányzati képviselői is. A zsűri elnöke Márti Vadar Sárvár alpolgármestere volt, melynek tagjai dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző, Kondor János a Nádasdi Kulturális Központ igazgató helyettese, dr. Kulcsár László a Városszépítő Egyesület elnöke, Bokorné Csonka Judit, a Sárvári Környezetvédő Egyesület elnöke és Varga Béla, kertészeti áruda tulajdonos. A megmérettetésre külön nevezni nem kellett, minden sárvári ingatlan részt vett a versenyben. Az átadási ünnepségen a virágosítási mozgalom ötletgazdája, dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző köszöntötte a résztvevőket, aki úgy fogalmazott, hogy Sárváron is egyre többen ismerik azt a titkot, hogy a virágok neveléséhez nem csak esővíz, hanem szeretet is szükséges. Azt láttuk, hogy ez a titkot Sárváron is nagyon sokan ismerik, hogy a virágoknak nem csak öntöző vizet és napfényt kell adni, hanem szeretetet is, hisz az idejében minden eddiginél több családi házat, viruló erkét, szálláshelyet találtunk. Nagy örömünkre azt tapasztaljuk, hogy évről évre újabb és újabb sárvári polgárok döntenek úgy, hogy ők is a segítségünkre lesznek a városszépítő munkánkban, hisz önmagában az önkormányzat, hogy ha gondozza is a közterületeket, önmagában nem tudnánk eredményt elérni. Így vagyunk szépek és látványosak, hogy a magáningatoknak a tulajdonosai is a segítségünkre vannak, és hál' Istennek egyre több és több virágot látunk. Sárvár turisztikai vonzerejének sokféle összetevője van. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az itt élők valóban szeressék településüket. Ez a város 50. születésnapján is megmutatkozott, mondta Márti Vadar alpolgármester, a zsűri elnöke. Az idejében azt hiszem, hogy nagyon tényleg nehéz dolgunk volt. A külön díjak számán is látszott, talán illetve hogy megosztott díjak számán is látszott, hogy az idejében az nagyon érdekesen alakult, mert a zsűri szinte padhelyzetben volt, tehát nem tudott dönteni abban a minősítési keretrendszerben, amiben elindultunk, és végül is meg is kellett változtatni egy kicsit ebből a szempontból a szabályokat, hogy több díjazott került kiválasztásra, és azt gondolom, hogy ez talán egy jó irányt is mutat. És az, hogy ez éppen az idejében van, amikor városunk 50 éves, az remélem, hogy egy jó jel arra, hogy a következő évtizedeknek a mintáját megalapozzuk, mert végül is mindig ezen van a lényeg, hogy jó mintát tudjunk adni, és valójában ez a kis kezdeményezés, ez pont erről szól, hogy mintát tudjunk adni, mintát tudjunk mutatni, és valami olyan szép dolgot tegyünk magunk elé, amit érdemes követni.
A mai világban sok mindent lehet követni, és ezt a modern világ egyébként nagyon jól is adja elénk a digitális technikával és mindennel együtt, de azt hiszem, hogy ha jól visszanézünk, és a lelkünkbe egy kicsit belelátunk, akkor mondhatjuk azt, hogy az igazán szép dolgok, amelyek körülvesznek minket. És a világosítási verseny valahol erről szól, amik körülvesznek minket. Szerintem az idei évnek az eredménye egy szép eredmény, és méltó a város 50. jubileumához. A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny 2018-as díjazott épületei. A legvirágosabb vállalkozás a Rákóczi utcai Wolf Panzió, a legvirágosabb erkély pedig a Laktanya út 4. harmadik emeleti lakása lett. A virágos háza kategóriában két első hely is gazdára talált. Az egyik a Nádasdi utca 111-es számú ház lett. Minden nap egy kicsit kell vele foglalkozni, és azért nagyon jó, mert mikor a munkából hazamegyünk, akkor így ki lehet kapcsolódni, és örömet okoz valamennyiünknek. Mennyire tervszerű az ültetés, vagy mennyire épp egy év adott gondolata, egy hangulata helyezi el a különböző színű, nagyságú növényeket a házban? Mindig megtervezem, most már a fejemben megvan az őszi díszítés, virágosítás terve, már arra készülök, és figyelem a változásokat, éppen mi a divatos. Mik a tervek őszre? Valami különlegesség, egy színhangulat, hát a kedvet kap más is. Barna és bordó lesz az idei hangulata a kertnek, krizantémmal, illetve apró virágú árvácskával tervezem. A másik első helyezett az Erdély út 39 szám alatti ház tulajdonosai lettek. Az egész napos irodai munka után jól esik egy kicsit a szabadban lenni, és emiatt én az egyik feladatom a kertápolás, a növények, virágok nevelése, ápolása, fűnyírás, tuják nevelése, és az idén talán egy kicsit a ház körül több virágot ültettünk, neveltünk, úgyhogy nekem ez egy pihenés talán a napi munka után. Szívesen csinálom. Honnan jött ez a szép érzék? Családi hagyomány, vagy az ember úgy látta a szomszéd kertjét, ami most már nem zöldebb? Is. A szomszédoknak is nagyon szép kertjük van ott a környékünkön, de nekem az édesapámtól, a családtól jött ez az egész. Az apukám nagyon sokáig, és most is még a nyugdíjas időszakában is kertészkedik. Paprikát, paradicsomot, kultúrnövényeket nevelt elég nagy tételben, most már ugye az idősebb kora miatt egy kicsit visszafogta ezt a tevékenységét, de most is örömmel csinálja. Én meg annak idején örömmel segítettem neki, és valószínűleg innen a kettelés. A zsűri a virágos ház kategóriában 6 külön díjat is kiosztott. A Rába-Sömjéni út 104, a Tulipán út 6, a Katalin út 6, a Kertek-Alja utca 18, a Hunyadi János utca 18 és a Fekete híd út 15 szám alatti családi ház tulajdonosai vehettek át elismeréseket, jelezve, hogy a város 50. születésnapjára Sárvár lakói is virágba öltöztették településüket. Jó ütemben halad, és hamarosan befejeződhet a gondozási központ épületének felújítása, illetve bővítése. A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ épülete pályázati forrásból és a Sárvári Önkormányzat önrészéből újulhat meg. A beruházás egy éve vette kezdetét. 2017. augusztusában költözött el ideiglenesen Nádasdi utcai székhelyéről a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ annak érdekében, hogy megkezdődhessen az épület teljes rekonstrukciója. Az ingatlan ugyanis hosszú évtizedek óta felújításra szorult, az épület korábbi állapotában már nem felelt meg a kor követelményeinek. A gondozási központnak törvényi kötelezettségei miatt 2016-tól jelentős többletfeladatot kellett ellátnia, így az utóbbi években már nem csak a korszerűsítés, az épület bővítése is elkerülhetetlenné vált. Sárvárváros önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében 150 millió forintot nyert a gondozási központ korszerűsítésére, melyet további 148 millió forinttal egészített ki. A közel 300 millió forintos beruházás jó ütemben halad, heteken belül befejeződhet az épület rekonstrukciója. Erről Kondora István polgármester beszélt az építkezés bejárásakor. Néhány héten belül
meg kell, hogy fejeződjön, tehát most már a finishnél tartunk. Most, amit azért látunk, az egy ilyen jótékony, kaotikus állapot, tehát, hogy mindenhol mindenki dolgozik, és közben egy-egy teremnél látható, hogy hogyan fog kinézni akkor, amikor elkészül. Én úgy gondolom, hogy az a korosztály, a nyugdíjas korosztály, aki ennek az intézménynek a gondozottja, vagy rászorul a segítségre, az annak az irányába egy nagyon szép gesztus lesz. Hozzáteszem, hogy egy nagyon régi adósságot tudunk azzal törleszteni, hogy ezt az intézményt felújítjuk, átadjuk, és az egyáltalán a körülményeik sokkal otthonosabbak lesznek. Van egy jelentős felújítás, tehát egy generális felújítás, azután van benne bővítés, hiszen az első épületre egy emelet került, illetve hátrafele is van néhány épület, amit kibővítettünk. Az utolsó simítások vannak hátra, és azt követően még van egy legutolsó simítás, hiszen a berendezéseket, azokat most gyártják, tehát új berendezések lesznek, új butorok lesznek, és hát a kollégák már nagyon várják, hogy ide-vissza tudjanak jönni. És tekintettel arra, hogy idézőjelben mondom, egy nyitott intézmény, mert nem lesz kerítés sehol körülötte, azt gondolom, hogy az idősebb korosztálynak a kiszolgálásában egy nagyon fontos szerepet fog játszani. És hogyha már erre utalt, akkor az akadálymentesítés is egy nagyon fontos szempont volt az újításnál. Igen, nagyon fontos szempont volt, tehát a megközelítés lehetősége az, hogy akadálymentesen tudjanak itt a vendégek és az ügyfelek beérkezni. Ez egy előírás volt, és természetesen a pályázati szempontok között ez kiemelkedő pontot foglalt el. A tervezés és kivitelezés során energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vettek. A projekt keretében sor került a nyílászárók cseréjére, a külső falak és a padlásfödém hőszigetelésére, a fűtés korszerűsítésére. A fenntartási és energiaköltségek további mérséklése érdekében napelemrendszert is telepítettek az épületre. Ahogy a polgármester is rámutatott, a kivitelezés a végéhez közeledik, vannak olyan helyiségek, ahol már a takarítási munkálatok zajlanak. Az intézmény pár héten belül várhatóan visszaköltözhet a Nádasdy utcai épületbe, és korszerű környezetben magasabb szinten láthatja el feladatait. A Sárvári Védőnői Szolgálat szervezésében idén is megrendezésre került az Anyateljes Világnapi Ünnepség. Az édesanyák gyermekeikkel együtt vettek részt a rendezvényen, ahol a szakértőktől hasznos tanácsokat, ajándékot és elismerő szavakat is kaptak. A program az anyateljes táplálás népszerűsítése mellett alkalmat adott a közös játékra is. A gyermekek szoptatásának fontosságára hívta fel a figyelmet az az ünnepség, melyet az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából Sárváron tartottak. A rendezvényen, melyet sokszor az év második anyák napjának is neveznek, az édesanyákat és gyermekeiket is köszöntötték. A Városháza nagytermében elsőként Kondora István polgármester kapott szót. A város első embere nem csak a megjelent édesanyákat köszöntötte, hangot adott abbéli örömének, hogy évről évre egyre több édesapa vesz részt a rendezvényen. A polgármester az édesanyáknak kívánta, hogy minél tovább tudják anyatejjel táplálni gyermekeiket. Kis Zsoltné megyei vezető védőnő beszédében kiemelte, az anyateljes táplálás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek kiegyensúlyozott és egészséges legyen, valamint elősegíti a bizalom és a ragaszkodás kialakulását anya és gyermeke között. Az Anyateljes Táplálás Világhetének idei jelmondata: szoptatás az élet forrása. Az ünnepségen dr. Horváth Magdolna gyermekorvos is köszöntötte a résztvevőket. A doktornő kiemelte, az anyatejnél jobb táplálék nem létezik a csecsemők számára, valamint arra is rámutatott, hogy a védőnői hálózat nagyon sokat segít Magyarországon az édesanyáknak. Milyen előnyei vannak az anyateljes szoptatásnak, táplálásnak? Hát ezt nagyon sokat sorolhatnék, mert attól, hogy az összetétele a legalkalmasabb, attól, hogy a hőmérséklete, a sterilitása megfelelő, bárhol lehet szoptatni, igaz, hogy megfelelő körülmények között azért. A baba-mama kapcsolata is hatással van, de még az anyára is, mert az emlőrák a méhnyakrák kockázatát csökkenti.
Nagyon fontos az is, hogy az édesanyák ne csak az ilyen rendezvények alkalmával kapjanak tájékoztatást, hanem a hétköznapokban is. Kihez tudnak fordulni, hogyha esetleg segítségre, támaszra van szükségük? Azt gondolom, hogy akár Európában is ez egyedülálló, ami Magyarországon történik, mert a hazamenetelkor már a gyermekorvos és a védőnő is meglátogatja, és utána a védőnő hetente megy hozzá, tehát nyugodtan kérhet tanácsot. Épp nemrég volt nálam egy külföldi kis csecsemő, aki egy hónapos, és még a szülészet óta nem látta külföldön gyermekorvos. De létezik olyan is szoptatási tanácsadás, amit úgy látom, hogy nagyon sokan igénybe vesznek az anyukák az interneten keresztül. És mit tettek az édesanyák annak érdekében, hogy minél táplálóbb legyen a tejük, vagy minél tovább tudják akár ellátni a gyermeküket anyatejjel? Azt gondolom, hogy az fejben dől el, hogy valaki szoptat vagy nem. Tehát nagyon kevés az olyan anyuka, akinek nincs megfelelő mirigy állománya mellében. Tehát ha nagyon akar, akkor a legtöbb tud is. És olyan is történik, hogy még az elején nem megy, de ő nagyon szeretné. Fontos, hogy hogy eszik, hogy táplálkozik, hisz befolyásolja az anyatejnek a minőségét. Fontos, hogy pihenjen is, amennyit lehet egy újszülött mellett, a baba megszopjon. És ha ez a hármas megvan, akkor szerintem nincs gond. Az anyateljes világnap alkalmából a szervezők egy-egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat, a kisgyermekeket pedig mondókás könyvvel lepték meg. Mosolyt csalt az arcokra a Sárvári vár melléki óvoda műsora is. Az ovisok körtáncot jártak a városháza falai között. A rendezvényen nem csak hasznos tanácsokkal gazdagodhattak az édesanyák, az ünnepség után Gerbert Gyurit vezetésével ringató foglalkozáson vehettek részt gyermekeikkel. Szeptember elején a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi Vendéglátói Szakképző Iskolában is megkezdődött az oktatás. Az új tanévben gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekkel várták a diákokat Sárváron, illetve a Büki telephelyen. A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi Vendéglátói Szakképző Iskolában rendben megkezdődött a 2018-2019-es tanév. A tanévnyitó ünnepségen a 9. évfolyamos diákokat is köszöntötték. 52 gimnazista, 32 szakközépiskolás kezdte meg tanulmányait a Sárvári intézményben, a Büki Fiók tagintézményben pedig 23 szakközépiskolás vágott neki a tanévnek, összegezte Hevér Mihályné igazgató. 468-an vagyunk, az iskolában még mindig azért a gimnáziumi tanulók vannak többen, hiszen a legfontosabb célunk az egyetemi főiskolai továbbtanulás, és igazából a gimnáziumi osztályokban egyetemre, főiskolára készülnek a diákjaink. Nagyon érdekes, amikor augusztusban az osztályfőnökök összegyűjtik a továbbtanulási mutatókat, hiszen számunkra is egy fontos információ, hogy hova mentek a diákjaink, kitnek sikerült a felvételi vizsga. A legtöbben, 18-an valamilyen gazdaságtudományi területre nyertek felvételt, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem, marketing, turizmus, vendéglátás, emberi erőforrások területen. Idén a második hely a mérnököké lett, erdőmérnök, agrármérnök, természetvédelmi mérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, minden szerepel a palettán, az informatikai területek is ide kapcsolhatók, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, műszaki menedzser, tulajdonképpen a műszaki területen is mindenkinek sikerült az elképzelés. A harmadik helyen a pedagógusok vannak, hiszen most, hogy az ELTE Szombathelyre költözött, és a Szavári Egyetemi Központ örömmel fogadja a pedagógus jelölteket. Itt is szinte mindegyik területen lesz pedagógus a Tinódiból, matematika szakos, magyar szakos, biológia történelem szakos, angol testnevelés szakos tanár, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító szerepel a diákjaink között. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy bármilyen szakterületre fel tudnak készülni iskolánkban, hiszen az egyik legfontosabb a nyelvoktatás, amelyre mindenkinek szüksége van most már a nyelvvizsgához, és jó alapokat adunk, hiszen mindkét gimnáziumi osztályban 5 órában, emelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet, és a B osztályban a német nyelvet is. Így a
nyelvi képzés emelt szinten történik, és nyelvvizsga bizonyítvánnyal tudnak érettségizni a diákjaink, ami ugye nagyon fontos a felsőoktatásba lépéskor. A Tinódi gimnáziumban tehát nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra, és ennek a nyelvvizsgák számában meg is mutatkozik az eredménye. Tavaly nagyon büszkék voltunk, a tanév végére 117 nyelvvizsgát szereztek diákjaink, 85 angol középfokút, itt 13 angol felsőfokú nyelvvizsgánk is volt, és 19 német középfokú nyelvvizsgát. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy igazából az A osztályból is 20-an B osztályból is 20-an a szakgimnázium osztályból pedig 6-an nyertek felvételt a felsőoktatásba, ők szinte mindnyájan nyelvvizsgával rendelkeztek. Ahol örömmel várják a diákokat, az a matematikai, műszaki, természettudományos, informatikai terület, ehhez fontos az emelt szintű matematika és biológia oktatás, így a gimnáziumi képzésünknél továbbra is ebben a tanévben ezt a két irányultságot megtartottuk, és az A osztályban egy kicsit a reál irányultságú gyerekeket vártuk, a B osztályban pedig az idegen nyelvű képzés iránt érdeklődik, kezdték meg a tanulmányaikat. Hevér Mihályné kiemelte, ez a tanév a szakgimnáziumi képzésben hozott változást, a módosított keret tantervhez kellett igazítani a helyi tantervet is. Olyan szempontból a diákokat ez nem érinti, hogy akik már most itt vannak a turizmus vendéglátás szakmacsoportban, őnáluk is a turisztikai szervező értékesítő képzésen belül a szállodai recepciós szakképesítés megszerezhető, illetve a vendéglátás szervező szakképesítésen belül a pincér szakképesítés. A változás tartalmi kérdésekben van, illetve az, hogy ha a mellék szakképesítés valaki nem szeretné, akkor van választási lehetősége egy kompetencia fejlesztő általános jellegű oktatásra is. Tehát igazából ebben a tanévben hasonlóan kezdjük meg a munkát, ahogy a tavalyi évben. Annak örülünk, hogy sikerült a nyáron a tantermeket felújítani, esztétikus környezetben várjuk a diákokat, festés volt, parkettacsiszolás, a tornacsarnokot is rendbe tudtuk tenni. Hát szeretnénk az iskola épületét majd kívülről is egy kicsit a vakolatot javítani kellene, szépíteni, de hát most azt mondhatjuk, hogy a belső környezet az megfelel az elvárásoknak. A 2018-2019-es tanévben az iskola két GINOP-os pályázatban is részt vesz a szakképzési centrummal közösen, egyik az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkenését tűzte ki célul, a másik pedig ingyenes nyelvoktatásra ad majd lehetőséget. Jubilált a Sárvári Méhész Nap. A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület 10. alkalommal rendezte meg a Sárvári Várban a szakmai napját. A mézkóstolás és vásárlás mellett előadás és szakmai eszközvásár is a rendezvény része volt. Megtartották a Zümmögő Természet című fotópályázat eredményhirdetését, valamint a gyermekeknek meghirdetett rajzpályázat több mint 150 alkotásából is kiállítás nyílt. A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület tagjai a méhésznap rendszeres megszervezésével az elődök által elindított hagyományokat követik, emellett a folytonos megújulást is keresik. Ilyen újítás volt idén, hogy a jubileum alkalmából rajz- és fotópályázatot hirdettek. Makrai Attila egyesületi elnök elmondta, a fotópályázat országos népszerűségre is szerte. 10. alkalommal vagyunk, tehát egy szép kerek szám az a életünkben, a 10. méhésznap, meg hát a két pályázat, amit fotó és rajzpályázatként meghirdettünk, életünkben még nem volt, most van először, tehát el is megpróbálkoztunk, úgyhogy mindig próbálunk a méhésznapok életébe, történetébe belevinni valami újat. Makrai Attila egyesületi elnök sikeresnek értékelte újító kezdeményezésüket, ami a méhek világára, a természet szeretetére, védelmére hívta fel a figyelmet. Mind a pályázatban az volt meghirdetve, hogy a rajzon, hogy erdő rejtekké méhek a smélyén, tehát amit a gyerekek elgondolnak, hogy a méhek hogyan közlekednek az erdőben, röpülnek, mire, milyen virágokra szállnak, mit csinálnak, virágport gyűjtenek, akkor hogy nem csak
mézetről, és milyen mézetről nektár gyűjtenek, hogyan csinálják a mézet, és benne a kaptárban. Tehát nem csak az, hogy most, hogy hát mit képzelnek el ők. És nagyon sok találékony volt, hogy nyíllal mutatta, hogy melyik méhácska melyik virágra száll, minden. Szóval ötletesek voltak nagyon. Fotópályázatnál meg, hogy az ümögő természet volt a fotópályázatnak címe. Tehát ez meg szintén azt, hogy méhák, hogy virágok, méhák hogyan élnek, raj, költözködés, mint az egyik fotón. A Sárvár és Vidéken Méhész Egyesület által meghirdetett fotópályázat zsűrizésében részt vett Benkő Sándor fotóriporter, a Sárvári Fotóklub elnöke is. A beérkezett pályaművek mindegyikét a szakmai kritériumoknak megfelelőnek ítélték. 60 képpel pályáztak erre a fotópályázatra. Ha jól emlékszem, akkor közel 20 alkotótól jött be ez a 60 kép. Ez egy országos fotópályázat volt, és a zsűri elé olyan képek kerültek, amik anonimok voltak a szerzőt illetően, tehát csak képeket láttunk, és ennek nagyon-nagyon örültem. Azért is nagyon örültem, mert az első helyzet az éppen egy fotoklub tagunk lett, és örülök neki, hogy nem tudtuk, hogy ő az, csak a képek beazonosítása után tudtuk meg, hogy egy fotoklub tagunknak a képe győzött. Amúgy a képekről annyit szeretnék elmondani, hogy technikailag majdnem mindegyik kép megfelelt annak a minőségnek, amit a pályázók kiírtak. Rendkívül jók voltak, makroképek voltak. Benkő Sándor fotóriporter azt is kiemelte, a természetfotózáshoz a fényképészet szakmai ismerete mellett leginkább türelemre van szükség. A természetfotózás az rendkívül türelemigényes feladat, és nyilván, hogy szerencse is kell. Tehát ez nem úgy van az, hogy oda repült egy méhecske a sziromra, azt a hopp, lekapom, mert az abban biztos, hogy nem lesz semmi, mert a méhecske megijed, stb. Azt szépen ki kell várni. Én is csináltam már ilyet, de megmondom őszintén, hogy nekem nincs türelmem ehhez, úgyhogy ezt a természetfotósokra hagyom. Amúgy én azért is vállaltam el ennek a pályázatnak a zsűrizését, mert én is szeretem a természetet, sőt természetvédő is vagyok. Állatvédő is vagyok, és amikor meghallottam azt, hogy a pályázattal kapcsolatban valaki azt mondta, hogy hát a méhek nem létezhetnek emberek nélkül, én azonnal visszafordítottam, hogy az emberek nem létezhetnek méhecskék nélkül. Én azt hiszem, hogy ez egyértelmű lehet, mert erre már több bizonyíték is volt, hogy alapvetően nagyon-nagyon fontosak a méheknek a munkái, és örültem neki, hogy ezt a pályázatot például én zsűrizhettem, és tényleg nagyon sok jó képet láthattam. Sokat tanulhatunk a méhéktől, a szorgalmasságukból, ahogy egy csoportot, a családjukat összetartják és szeretik, ahogy védik a királynőt. Én azt hiszem, hogy csak gratulálni tudok a Méhész Egyesületnek azért, hogy ezt a pályázatot létrehozta, és gratulálok a 10-es évfordulójukhoz is. Az Ümögő Természet fotópályázat díjazott fotóit és a gyermekeknek meghirdetett rajzpályázat több mint 150 alkotását alkalmi kiállításon mutatták be a szervezők a Sárvári Vár fedett fogadóterében, amelyet a méhésznapra kilátogatók közül sokan tekintettek meg. De a méhészeti nap természetesen alkalmat adott a minőségi méz vásárlására is, amelyet Sárvári és Sárvár környéki méhészek kínáltak az érdeklődőknek. Továbbá voltak kínáló standok között egy szarvasgomba termesztő vállalkozás is, akik sikerrel ötvözik a különleges csemege ízét a mézével. A méhésznapon a fotópályázat és a rajzpályázat díjkiosztója után kulturális programok szórakoztatták a sárvári közönséget. A Galéria Árcészban Tájaim, tárgyaim címmel nyílt kiállítása Luzsica Lajos Árpád országosan ismert könyvillusztrátor, festő és grafikus művésznek. A tárlatot Ambrus Lajos, József Attila díjas író nyitotta meg, zongorán Gróf István működött közre. Több mint 25 éve már szerepelt Sárváron Luzsica Árpád jelezte köszöntőjében Kondor János Galéria vezető. Akkor a kisméretű grafikákon állatfigurák voltak láthatóak a falakon, mára megnőttek és színesek lettek az alkotások, és megjelentek a tárgyak is.
Mindkét tárlat fontos eleme számomra, hogy a képek lényegét a határozott vonalak jelzik. Most a 70. évemhez közeledve az élénk színek az ifjúságot idézik meg, mondta a kiállító művész. Talán az, hogy akkor, nem tudom, 40-valány éves voltam, most meg 70 leszek jövő tavasszal, tehát egyre fiatalodom, és azért ezek a élénk színek, igen, azt hiszem látszik ez a fiataladás. Az alap a grafika, mert Prágában grafikai szakon végeztem, tehát a vonal, és a, méghozzá a csehek úgy mondták, hogy tiszta linka, tiszta vonal. Most a festményeken is ez a vonal, ez azt hiszem észrevehető, hogy a egyenes keresztedődés, de egy kicsit megbontom azért az ide-oda, formálgatom a vonalakat. Tehát én, mint grafikus, a vonal, de ugyanakkor szobrokat is csinálok, és hát most a festészet, vannak időszakok, amikor muszáj színes dolgokkal kifejezni embernek magát. A festészet szeretetét és művelését édesapjától öröklő Uzsica Árpád Tatabányán született. A művészet nővére életét is meghatározta, aki szintén festőművész. Lánya, aki szintén a művészet közelében maradt, ő a fotográfiát műveli. Uzsica Árpád a Prágai Képzőművészeti Akadémiát végezte el 1982-ben grafikus művész szakon, de rendszeresen szerepel festészeti és szobrászati kiállításokon is. Úgy véli, a tehetséget nem a gének, hanem az alkotó közeg erősíti. Nem hiszem, hogy a gének, inkább a környezet. Az a festékszak, mondjuk, amiben én fölnőttem, az persze, hogy hozzájárult, és hogy ez vett körül engem. Persze ez nem mindenkire érvényes, mert valakinek elkezd első, a családban az első, aki festőművész lett, mondjuk, annak nehezebb volt, sokkal nehezebb. Ezek között, a képek között jól érezzük magunkat, mert egy vidám, ironikus világ tárul elénk, egy olyan világ, amelyben jó volna lenni, hangsúlyozta Ambrus Lajos tárlat nyitójában. A mesék és a mitoszok is feltűnnek a kiállított térformákban, azonban itt a szamárfülek között jelenik meg az unikorni szarva, és a csodacsacsi lábai taposta zöld fűben piros fejű gombák is mutatkoznak, talán nemzeti jelleget adva a műnek. Azért lehet, hogy nem is olyan vidámak ezek a festmények, ha tovább gondoljuk őket, jegyezte meg a képek köz sétálva Uzsica Árpád, Tihanyi félszigetnél a Balatonban úszó Titanic hajóhoz érve. A megyében eddig is számos kiállításon bemutatkozó grafikus valódi és lélektrétrákon átívelő sárvári tárlata a hónap végéig látható a Nádasdi várban. A nyár 92 napjából több mint 65 napon keresztül voltak programok a Nádasdi várban, részben a Nádasdi Kulturális Központ, részben a civilek szervezésében. Telt házas programok sorát tudhatja maga mögött az intézmény, amely igyekezett minden korosztályt megszólítani a nyár folyamán. A nyári programsorozatot Takács Zoltán Bálint igazgató értékelte. A nyár során a helyiek és a turisták is kedvükre válogathattak a Nádasdi vár programjai között. Nem csak hétvégeken, de hétköznapokon is tárva volt a vár kapuja. A várudvar meg is szépült a nyári szezonra, hiszen új növények, padok kaptak itt helyet, és egy mediterrán udvart is kialakítottak. Ha a nyarat azt nézzük, hogy június, július, augusztus, az azt jelenti, hogy 92 napot töltöttünk együtt a közönséggel, és ez valóban azt jelenti, hogy együtt töltöttük. Ebből a 92 napból több mint 65 napon keresztül valami mindig volt a várba, vagy az általunk szervezett programok, táborok, vagy a mások által szervezett fesztiváloknak adtunk helyszínt, és én azt gondolom, hogy ez nagyjából a kétharmados kitöltöttség, ez egy nagyon nagy eredmény, szerintem országosan is, hogyha az arányokat nézzük, én legalábbis néztem. Ez elég komoly munkát takar, és ráadásul a visszajelzések azok is pozitívik, és ez a legfontosabb. Én a munkatársaimnak nap mint nap megköszönöm, hogy végig éltük a nyarat, tehát itt mindenki, tehát a technikai személyzet, a szervezők, mindenki azt gondolom, hogy itt nappal át éve dolgozott, de ami a legfontosabb, hogy a közönség, ha így lehet mondani, vette az adást, és jöttek, és jöttek. Hát hogyha itt a fénykép felvételeket megnézzük, itt élnek teltházas előadások, teltházas programok voltak. Mindenkinek ajánlottunk programot, ha így lehet mondani, a legkisebbeknek a báb előadást, és a 80 év fölöttiek is jöttek a színházi előadásokra, az operett gálára, de akár a latin estre is ellátogattak. Szóval mindenkit sikerült megszólítani. Reméljük, hogy majd
jövőre még többet szólítunk meg, de hogyha azt mondom, hogy a miniszter félrelép előadásra már majdnem a múzeumból lehoztuk a műtárt székeket, tehát ez nem igaz természetesen, de akkor azt mondom, hogy az mindenképpen jelzi azt a közönség felől jövő szeretetet, ami nem nekünk szól, hanem az általunk szervezett programoknak, vagy legfontosabb az idehívott fellépőknek, előadóknak. Voltak táborok, ahol a gyerekek voltak, és ott nekik rendeztünk külön báb előadást, de volt kézműves művészeti tábor, volt sárvárannó tábor, volt óvodai foglalkoztató, és volt kisiskolásoknak egy lazulós, egyhetes tábor, voltak színházi előadások. Takács Zoltán Bálint kiemelte, hogy elindítottak egy új sorozatot is, és ez adta a folyamatos programkínálat alapját. Ezek az úgynevezett dömping napok, amikor nem csak a hétvégére vannak programok, amelyek egy részét a fesztiválok, a Nádasdi Fesztivál, a Vármeeting, a Mazsoret Fesztivál, a Sörfesztivál, a Veterán piknik adta, hanem, és még mi is szerveztünk hétvégére, hanem a hétköznapokra is, hiszen nyár van, itt az emberek szeretnek kimozdulni, pihenni, nem csak a turisták, hanem a sárváriak is, és nekik ezt a dömpinget találtuk ki, amikor a hétköznap valamilyen téma köré szerveztünk programot. Ennek az egyik leglátványosabb volt a zenekompot, amikor tényleg kettől egészen vasárnapig minden nap más-más műfajban kínáltunk zenei programot. De ilyen volt a régi zene dömpingünk, ilyen volt a Cseh Tamás dömpingünk. Ezek nem egyhetesek, ezek egy-két naposak voltak, de ez mind azt jelezte, és ezen a való részvétel is, hogy ekkor is, hétköznap is bátornak kell lenni ahhoz, hogy egyrészt programot szervezzünk, és bátornak is lehet lenni, hogy arra el lehet jönni. A Nemzetközi Folklórfesztivál és a Sárvár 54 napos rendezvénysorozata egybeesett. Ezekkel a programokkal több ezer embert sikerült a művelődési központnak megmozdítania. Hát mondjuk azt, hogy minden este nyomtuk a programot, és hát amikor itt, vagy az Abbasón, amikor itt bejöttünk a várba, és hát nem lehetett megmozdulni, tudom, hogy ez most a katasztrófa védelem szörnyűködve hallja, de tényleg azt gondolom, hogy megmutatta, hogy egyrészt egy sárvári produkció is képes a sárváriakat megmozgatni, illetőleg azt egész nap, hogy ha itt van egy programkínálat, egy folyamatos programkínálat, akkor igenis a sárvárja fogják a kabátot, fogják az unokát, és eljönnek akár a várba, akár a posta térre. A folklór napok is, hát az egy fantasztikus élmény volt, most ez a csapat most csinálta ezt először, és azt gondolom, hogy amikor a külföldiek odajönnek és megköszönik, és a fesztivál igazgatót megpuszilgatják és ölelgetik, nem engem, hanem az Ódor Vikit, akkor azt gondolom, hogy ez is egy sikeres rendezvény volt. És amikor az emberek csak úgy jönnek, mennek, és nem tudják, hogy egyik programról most akkor maradjanak, vagy inkább igyanak egy sört, de megoldják, hiszen a sörös pultról is ugyanúgy lehet hallani a koncerteket. Azt gondolom, hogy ennél jobb, vagy ennél nagyobb köszönet a közönség részéről nem kell. A Nádasdy Ferenc Múzeum hosszabbított nyitvatartással reggel 9-től este 9-ig várta a látogatókat júliusban és augusztusban. A két hónapban a látogató számnak az egy harmada az ebben a időszakban jön. Ugye ebben a három hónapban több mint 10 000 látogatják meg a múzeumot, és ez azt jelenti, hogy több mint 3 000-en, körülbelül 3 000-en az esti órákban érkeznek. Tehát ez is egy sikeres kezdeményezés volt, ezt mindig elmondjuk. Ennek az az üzenete, hogy nem a vendégek, nem a sárváriak és nem a turisták vannak a múzeumért, hanem a múzeum van a sárváriakért és a turistákért, és ez az üzenetet ők elfogadták, és a meghívásunkat is akceptálták. A Nádasdy Kulturális Központban a programok az ősz folyamán is folytatódnak. Mindenki előtt továbbra is tárva az intézmény kapuja. Kedves nézőink, műsorunkat programajánlóval folytatjuk. Szeptember 21-én és 22-én tartja idén a Sárvári Szüret rendezvényeit a Sárvári Néptánckör a Nádasdy Várban. Pénteken 16 órakor kezdődik a hagyományos portékák vására, majd 18 óra 30-kor gyimesi tiszta szoba és fotókiállítás nyílik. 19 órakor a gyimesi hagyományőrző táncosok műsorával folytatódik a pénteki program, amely egy gyimesi bál zár. Szeptember 22-én már reggel 9-kor kinyit a hagyományos portékák vására, napközben népzenei koncertek lesznek a várudvaron. 17 órakor indul a jelmezes felvonulás a Batthyány utcai körforgalomtól a Várig, 18 órakor pedig kezdődik a folklór műsor a Nádasdy Várban. 21 órától Szüreti Bál zárja a rendezvényt. A
A Renault szombathelyi márka kereskedése szeptember 14-én és 15-én 9 és 16 óra között Szombathelyen a Homok úti régi szabadidő központban Duster Tour rendezvényt szervez. Várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megismerni és kipróbálni az új Dacia Dustert terep körülmények között. Lehetősége lesz mindenkinek, hogy tapasztalt sofőrök irányítása mellett tesztvezetésen vegyenek részt, hogy kipróbálják az autó és saját maguk határait. Easy Life napok a Renault szombathelyi márka kereskedésében szeptember 14-e és 18-a között. A Renault 120 éve könnyíti meg ügyfelei mindennapjait Easy Life megoldásaival. 120 limitált, gazdag felszereltségű modell, Clio, Captur, Megane, Grand Coupé és Kadjar árelőnnyel, kedvező finanszírozással, kiemelt alkatrész és vevőszolgálati akciókkal. A nyílt hétvége alatt gyermekrajzversenyek, helyi nyereményjátékok, értékes Renault butik ajándékokért. Mindkét rendezvényünkre szeretettel várjuk az érdeklődőket, régi és leendő ügyfeleinket a Renault szombathelyi márka kereskedésébe a Csaba utca 7-es szám alá. Elegancia. Látvány. Gyógyulás. Élmény. Játék. Felfrissülés. Sárvárfürdő. Megszakadt a Sárvár FC hazai veretlensége, nem sikerült a bravúr, városunk foci csapata 3-1-re alul maradt a listavezető Ajkával szemben. Kovács László együttese másfél év után kapott ki saját pályán. A labdarúgó MB3 nyugati csoportjának 6. fordulójában a listavezető Ajkát fogadta hazai pályán a Sárvár FC. Nem született meglepetés, érvényesült a papírforma, és 1-0-ás félidő után 3-1-re győzött a bajnokaspiráns vendégegyüttes. Nagy Mihály kétszer volt eredményes, a csereként beállt Horváth Péter pedig egyszer. A mieink szépítő találatát a tavalyi házi gólkirály Koroncai Roland szerezte fejjel a 92. percben. Ezzel a vereséggel megszakadt az SFC 21 tétmeccse tartó hazai veretlenségi sorozata. Kovács László együttese ezt megelőzően 2017. április 22-én kapott ki odahaza, akkor a Komárom tudott győzni 1-0-ra. A vezetőedző így értékelte lefújás után. Hát igen, azt vettem észre, én is az első pillanattól kezdve nyilván tudtuk, hogy azért olyan csapattal fogadunk, aki első helyzet, és nem véletlenül első, tehát 5 meccs alatt, aki 18 gólt tud lőni, és előfölénybe kerül bárki ellen. Hogyha ez játékban nem valósul meg, akkor a pontrugás részén, tehát nagyon összetett és jó csapat, szerintem nagyon jó edzővel is jól vannak összerakva. Nyilván más költségvetéssel is dolgoznak, mint mi, és más célja is vannak, tehát ezt azért érződött. Két fordulópontja volt a mérkőzésnek, én úgy gondolom, hogy nyilván azt lehetett látni, hogy az elején ugye kapufát rúgtak, az érkezések pontrugásoknál ott voltak, és ezeket is dolgoztak ki. De volt két fordulópontja, én úgy gondolom, hogy két helyzetből vissza tudtunk volna jönni a mérkőzésben. Hogyha azt a kettőt egy ilyen csapat ellen, hogyha érvényre juttatjuk, akkor tudunk csodákat tenni ilyen csapat ellen. De hát ez most így nem jött össze a mainak. Nyilván ugye, ahogy ön is említette, nem véletlenül első azért az Ajka. Nem lehet az, hogy egy kicsit túlságosan is tiszteltük az elején az ellenfelet, hogy nem érzették is görcsösséget is a fiúkban? Pont ezt mondtam én is meccse előtt a fiúknak, hogy most nem kell görcsölni, mert az esélyesség tényleg ne nyomjon minket, mert ugye őnekik van nagyobb vesztenivalók, mint nekünk. Nem is azt mondanám, hogy mindenki, de jó pár játékos egy kicsit görcsölt, és lehet, hogy ez pont abban mutatkozott meg, hogy az elején előnyhöz tudtak jutni. Akkor tudunk egy ilyen csapatot megfogni, már mondtam a fiúknak, hogyha kicsit többet kell adni a saját teljesítményünktől, tehát egy ilyenkor 120%-ot kell adni, de ha valaki, hogyha csak 80-at tud adni, az nagyon kevés egy ilyen mérkőzés. Az SFC továbbra is nyeretlen a harmadosztályban, jelenleg 4 döntetlennel és 2 vereséggel 14. a 16 fős mezőnyben. A hétvégén a Sárvár FC a rivális 15. helyen álló Pénzügyőr vendége lesz, amely szintén nem tudott még győzni az idei kiírásban,
tehát könnyen lehet, hogy vasárnap délután az egyik negatív sorozat megszakad. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. 70. születésnapján mutatta be Mr. Tus tankönyv című könyvét Hegedűs Csaba olimpiai bajnok. Az elmúlt évek hagyományait folytatva a város környezetvédelmi napján adták át a Sárvár legvirágosabb épületeinek járó díjakat. Jó ütemben halad és hamarosan befejeződhet a gondozási központ épületének felújítása, illetve bővítése. A Sárvári Védőnői Szolgálat szervezésében idén is megrendezésre került az anyateljes világnapi ünnepség. Szeptember elején a Tinódi gimnáziumban is megkezdődött az oktatás, 107 9-es ült be az iskolapadokba. A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület 10. alkalommal rendezte meg a Sárvári Várban a szakmai napját. A Galéria Árcizban Tájaim, Tárgyaim címmel nyílt kiállítása Luzsica Lajos Árpád országosan ismert grafikus művésznek. A nyár 92 napjából több mint 65 napon keresztül voltak programok a Nádasdi Várban, a Kulturális Központ és a Civilek szervezésében. Nem sikerült a bravúr, városunk foci csapata 3-1-re alul maradt a listavezető Ajkával szemben. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk szeptember 15-i adását látták. Új pénteki mozaikkal szeptember 21-én jelentkezünk, amelyben Hegedűs Csaba olimpiai bajnok könyvbemutatójáról készült felvételünket láthatják. Új közéleti magazinnal pedig szeptember 22-én jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik a www.sarvartv.hu weboldalunkon. Kövessenek bennünket a Facebookon is. A viszontlátásra!